Jó estét kívánok! 2017. január 13-án köszöntöm Önöket, kollégáim és ismerőseim szerint péntek 13 csak jó nap lehet, tehát ezzel a kijelentéssel és pozitív hozzáállással kezdjük a ma esti adásunkat. Adásunk elején nézzék meg rövid híreinket. Ma reggel kamion és kisbusz ötközött a 4-es számú főút 171-es kilométer szelvényében Püspökladány és Karcag között. Az esethez a püspökladányi és a karcagi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a megyei műveleti szolgálati irányítás mellett előfeszültségmentesítették a járműveket, majd feszítővágó segítségével vágták ki a járműből a kisbusz sofőrét, aki az ütközés következtében életét vesztette. A balesetben további két fő volt érintett, ők könnyű sérüléseket szenvedtek. A műszaki mentés és helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Tudtuk meg Rácz Máté, a Katasztrófa Védelem megyei megbízott szóvivőjétől. Lakossági megkeresésre jártunk utána, hogy az E.ON Hungária a január 12-től tervezett éves karbantartási munkálatait valóban megtartja-e. A szolgáltató képviselőinek tájékoztatása szerint az adott időszakban. A munkálatok Hajdúszoboszlón a Fazekas Mihály, Kocsis Pál, Ady Endre utcák környezetében a rendkívüli hidegre való tekintettel elmaradnak. A továbbiakról hivatalos honlapjukon a későbbiekben tájékoztatják a lakosságot. Bár már érdeklődésünket követően azonnal látható volt az online felületük térképén is, hogy pirossal jelezték az adott területeken, elmarad az előre ütemezett karbantartás. Hajdúszoboszlón megkezdődött a konferencia szezon, ami több szálloda esetében is több száz fős teltházat eredményez a következő időszakban. A cégek évtizedek óta választják országunk legsikeresebb fürdővárosát rendezvényeik helyszínéül. Városunk kedvező adottságai miatt közkedvelt közösségi tér, ahol az infrastruktúra és a szakemberek felkészültsége miatt mindig megbízható és kiváló minőségű programokat lehet tartani. Január 14-én a Hotel Békében tartotta a Syngenta Kft. Kelet-magyarországi vevő találkozóját. A meghívott vendégek és partnerek olyan sokan voltak, hogy alig fértek be a színházterembe. A cég vezetői minden évben nagy örömmel tartanak Hajdúszoboszlón rendezvényt, a nagy érdeklődés és a tökéletes kiszolgálás miatt. A konferenciáról jövő héten bővebben is beszámolunk. Január 14-én a Hotel Békében tartotta a Syngenta Kft. Kelet-magyarországi vevő találkozóját. A meghívott vendégek és partnerek olyan sokan voltak, hogy alig fértek be a színházterembe. A cég vezetői minden évben nagy örömmel tartanak Hajdúszoboszlón rendezvényt, a nagy érdeklődés és a tökéletes kiszolgálás miatt. A konferenciáról jövő héten bővebben is beszámolunk. Szintén jövő héten láthatnak hosszabb anyagot arról, hogyan viseljük gondját a nagy hidegben kedvenceinknek és a madaraknak. Nem mindegy ugyanis, hogy a téli időszakban mivel etetjük például a hattyúkat és a cinkéket. A kenyér és a száraz kukorica gondokat okozhat, a vízre pedig télen is nagy szüksége van minden élőlénynek. Magyarországot is elérte az influenza járvány, közölte az Országos Epidemiológiai Központ. Az orvoshoz fordulók aránya Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Győr-Moson-Sopron mellett Hajdú-Bihar megyében volt a legtöbb. Becslések szerint az elmúlt héten több mint 16 ezerre emelkedett az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. 16%-uk gyerek, 14%-uk pedig 60 éven felüli volt. Az influenza magas lázzal, levertséggel jár, és akár tüsszentéssel is fertőzhetünk. Ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás.
Azoknak, akik még nem kapták el, és félnek a hosszú távú betegállománytól, érdemes oltást vásárolniuk.